falusi látképtemplommal, szivárvány a tóparton, horgászélmények a vasi vizeken. Szabadon választott technikával változatos pillanatokat és helyszíneket jelenítettek meg rajzaikon a gyerekek. A pályázatra óvodások és általános iskolások alkotásait várták tájkép csendélet, életkép élmények és horgászfogások témában. A díjátadó résztvevőit Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének ügyvezető elnöke köszöntötte, aki elmondta, az ifjúság nevelésre nagy hangsúlyt fektetnek, szinte havonta szerveznek fiataloknak szóló programokat, de ez volt az első rajzpályázatuk, és külön öröm, hogy rengeteg rajzon szerepel horgászat, halfogás. Zsűritagként a szövetség alelnöke értékelte a beérkezett 89 alkotást. Jó volt látni, hogy a nagy többség az élményei mellé örömét az alkotásra azért sorra festette. A pályázókat három életkori kategóriában díjazták. A legkisebbek között Zsombori Léna lett az első, aki húsvéti tojás keresésről rajzolt. A második helyen Hender Éka, a harmadikon Lukács Alexandra végzett. A 7 és 10 év közöttiek kategóriáját Ambrus Dániel nyerte, aki saját magát rajzolta le horgászat közben. Egy stéget, amin valójában én vagyok, és akkor ugye van a kezemben a horgászbot, és amikor kapás van, és a halat például húzom ki a vízből. Dani mögött Pék Ambrus lett a második, Óra Jázmin pedig a harmadik. A 11 és 14 éves korosztályban Varga Levente rajzát ítélte legjobbnak a zsűri, Ludván Boglárka másodikként, Bogdán Boglárka harmadikként végzett. Külön díjat vehetett át Pásztor Izabella, Pap Csongor és Mikla Lőrinc. A díjazottak oklevelet, érmet, serleget kaptak ajándékba. A rendezvényen felléptek a vaskeresztesi német nemzetiségi tánccsoport legkisebb tagjai, német nyelvű körjátékokkal, dalokkal, mondókákkal. A gyerekcsoport egy éve alakult, hagyományőrző céllal. A rajzverseny egy több mint 13 millió forintból megvalósuló pályázati program része, ami a Pannon Térségfejlesztő Egyesülethez tartozó 39 település turisztikai attrakcióit, helyi értékeit, élményeit népszerűsíti. Hogy felkeltsük akár a szombathelyek, vagy a távolabbról érkező turistáknak is a figyelmét, hogy nem kell távolra utazni ahhoz, hogy esetleg olyan élményeket, programokban legyen részünk, ami ez mondjuk több száz kilométert szoktunk utazni, mert a Vashegyen is vannak kiváló borospincék akár, vagy pedig felső csatárnál egy pinkaszurdok, de erre nagyon keveset tudnak az emberek, és ez a projekt azt célozta meg, hogy a helyi értékeket, helyi élményeket mutassa be. A 2023 nyaráig tartó 10 millió forint pályázati támogatással megvalósuló két éves programban közösségi oldalakon mutatják be a térség látnivalóit, programjait, készülnek kiadványok, kisfilmek és naptár is.